szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk! 7 óra 15 perckor folytatódik a Millás reggeli 2022. október 17-én kiadása. Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. Meg a hallgatókkal 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számuk is. Tallóznánk nék a üzenetekből. Szerintem a szakemberénk részére is ilyen szinten kéne elmagyarázni a problémákat, mert láthatóan fogalmuk sincs, mi történik körülöttük, írja a Zsolt hallgató. Mihálovics gazdának díjat, fülelve hallgattuk őt, ahogy mesél Vincének. Isten éltesse Vincét, írja Zita, aki már 17 éves, és matek fakultációra jár, és ugyanaz a keresztje, mint szegény Vincének, hogy az autóba még megy a suliba, a kénytelen kelletlen, a Millás reggelit kell elviselnie. Vince Style Jazzy Forever. Végre én is értem, miről beszéltek nap-nap után, amikor nem egymást heccelitek, írja a hallgató. Aztán köszönöm Vincének, így már én is értem, novemberben leszek 40, nekem is elmondjátok majd. Persze, Mikikém, hát nyugodtan, hát kérdezzél, amit eddig nem értettél, és akkor a bácsik a reggeli műsorban majd elmondják neked. Csak nagyon szépen kérlek, ne mondj egy olyat, amit nem tudnál kifejteni. A csúszó leértékelés, gyerek 6 éves nyelven, vagy mit? Az a helyzet, hogy volt még egy cikk, amit gondoltam belevenni a lapszemlébe, de az ikerdeficitről is szól, és nem mertem. Na, az ikerdeficitet. Elfogyott a tudomány, hogy elmagyarázzam Vincének, úgyhogy ezt inkább átugrottam, azt a cikket. Az egy szép teljesítmény lett volna. No, lehet nekünk írni mindenfélét, például közlekedést is. Annyit még mondjunk kell, hogy ígértük a napelemes témát. A napelemetől felrobbant az üzenő falunk pénteken, miután ugye kiderült, hogy csak Sziget üzemben lehet majd napelemet telepíteni Magyarországon, mert nem bírja a rendszer. Tudakoltuk a hallgatóktól, hogy mi lehet a háttérben. Mindenki azt mondja, hogy vagyis hát a hallgatók nagy többsége elég nagy összeesküvés elméleteket vázol itt, hogy kell a hely Paksnak, meg nem tudom én micsoda, meg lerohadt a rezsicsökkentés miatt az elektromos hálózat, és ezt kell most viharléptekkel gyorsan korszerűsíteni, stb. Stb. De majd egy szakértői beszélgetés lesz ebben az ügyben. A Magyar Napelemes Ágazati Szövetséggel fogunk beszélgetni holnap reggel. Uh-huh. Úgyhogy érdemes akkor is vele. Így is van. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. No, hát az Egér út oké, írja a hallgató, áldassék a neve, mert ő legalább vette a fáradtságot, ellentétben a többséggel, aki potyázik, zsebre teszi az információkat, de hálából közlekedési híreket nem ír nekünk, úgyhogy maradunk a hivatalos csatornáknál, amelyek szerint időszakos korlátozás van a Rákóczi úton, a Baross tér felé a József körútra kanyarodó sávban a Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó munkálatok miatt van ez az időszakos lezárás. Aztán a Művész utat is lezárták a 12. kerületben, ott elektromos közműveket építenek. Na ugye, már el is kezdődött a fejlesztés, úgyhogy lesz itt majd még napelem park rendesen. Szóval ezeket láttam én most neked, bevezető utakat illetően a szokásos hétfő? Igen. Jó, oké, akkor ugorjunk. Tudok, de várunk további infokat. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Legyen ma sok bezárás, meg rezsi miatti korlátozás helyett egy pozitív hír. Átadták az Országos Sportegészségügyi Intézet népszerű nevén a Sportkórház járóbeteg szakrendelői és válogatott kereteket ellátó részlegének felújított épület részét a Karolina úton. Hurrá! Hát de figyelj már, én mondok egy másikat, és az is jó. Igen. Hír.
Már használható Budafok tétény legújabb sportlétesítménye, a Nagy Tétény út 210-214 szám alatt épült egy görpark. Jó, oké, csak ebben biztos... Gördeszkával, streetboarddal, bármi legyen is az használható, a terület nagy része az M0-as autóit hídja alatt helyezkedik el, ennek köszönhetően még fedett is részben, úgyhogy lehet a zergenyes időszakokban is ottan streetboardozni. Jó, ugye, megyünk a híd alá, ez szerintem egyedül ez mindent elmond. Egyedül a mosdó beüzemelése van még folyamatban, úgyhogy mindenki otthon intézze el, mielőtt elmegy streetboardozni. De azért az egyértelmű, hogy a hírek, a pozitív hírek már, mint sporttevékenység, vagy bármi kapcsán azért szabadtérről érkeznek, tehát ahol fűteni kell, vagy áramot kell használni, ott azért nem igazán, a továbbra is a bezárásokról érkeznek a hírek, de ez igazából nem meglepő, és sajnos ezzel nem tudunk változtatni, és még várhatóak. Aztán a Szerémi úton közlekedők, hogy megint folytassuk a jó hírek kavalkádját, figyeljenek, mert közös művészeti pályázatot hirdetett a Színes Város csoport és a Budapest Brand Nonprofit ZRT. A gyerekeknek lehetőségük nyílt arra, hogy megmutassák, milyen női szerepeket látnak a mindennapokban, és ha tehetnék, milyen szuper erővel ruháznák fel azt a női szemét, aki fontos szerepet játszik az életükben. Ebből inspirálódott két magyar képzőművész, Bakos Zsuzsi és Váci Enikő. Ennek eredményeként született meg a 11. kerület Szerémi út 1, illetve Szerémi út 2 alatti legál murális alkotás, amely felület a MÁV tulajdona. Állatokért harcoló szuperhős és láthatatlanná váló lány elevenedik meg az október 13-án átadott falon, így színesítve a budapesti városképet. Na hát figyelj, szerintem tök jó, hogy ennyit pozitívat sikerült össze. Igen, hagyjuk is, hogy mikor megy csődbe Budapest, úgyhogy, azt most hagyjuk. Úgyhogy innentől jön, csúsznánk lefele, úgyhogy most legalább néhány percig ebben a kellemes tudatban. Úgyis Vincének születésnapja van, érted? Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.